Köszöntöm Komját Imre társelnököt, az MSZP országgyűlési képviselőt. Jó reggelt kívánok nézőknek is! Jó reggelt kívánunk, és itt van velünk a 168 óra hírigazgatója, Trencséni Dávid. Szervusz Dávid, jó reggelt, tiéd az első kérdés. Jó reggelt, egy apró módosítást. Itt van velünk Trencséni Dávid, újságíró. Újságíró, rendben, változott a titulusa, köszönöm szépen a jelentést. Én köszönöm, és elárulom, hogy itt az adás, miközben ti egymással élcelődtetek, azért próbáltunk egy kicsit dolgozni is. Elnök úrral. Volt ebben némi irónia, köszönjük szépen, jól indítod a ma reggelt. Az az igazság, hogy én készültem mindenféle kekeckedő kérdéssel és klerikális elhajlással, de mindent valószínűleg te sokkal érdektelenebb annál, mint amit elkezdtünk itt négy szem közt érinteni, mégpedig a, ugye május 1-e kötődik erősen a munkások által kivívott jogok megünnepléséhez. 888, Gíró Szász Andrásék annó a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozásról emlékeztek meg véletően, ami most ugye elképesztően felborult. És erről kezdtünk el beszélni a társelnök úrral, hogy mennyire képes, vagy mennyire kellene reagálnia a törvényalkotónak arra a helyzetre, amit a pandémia és a home office okozott, amikor a főnök nem tudom én, este 7-kor még föl tudja hívni, vagy Skype-on, vagy egy e-mailen tudja utasítani a beosztottját, amikor egyszerűen elmállott a pandémia okozta helyzet miatt ez a 8 óra munka. Még mielőtt itt a pihenés. Igen, igaz. Nem? Tehát a 8 óra munka határa a pihenés rovására. Köszönöm. Még mielőtt itt a munkaszínen napon egyébként, ami mindenkinek járna külön pótlék, itt sztrájkba kezdenek, így megpróbálok akkor válaszolni. Hát nagyon gyorsan reagálni kellene egyébként a törvényalkotónak, és nagyon gyorsan reagálni kellene a szakszervezeteknek is. A szakszervezeteknél hosszú ideje folyik egy vita arról, hogy ebben a helyzetben hogyan értelmezhető a munkaidő. És ezt a vitát, ezt mielőbb rövidre kellene zárni, és kellene valamilyen álláspont ezzel kapcsolatban, mert most lehet, hogy kicsit patetikusan hangzik, de dédapáink, ükapáink annak idején az utcán a vérüket adták azokért a jogokért, amiket most elvesznek, vagy odaadunk, ilyen például a 8 órás munkaidő is. És azt láttuk a pandémia alatt is, de már előtte is egyébként, hogy vannak olyan munkakörök, ahol alapvetően home office-ban dolgoznak, és ott tényleg kiszolgáltatott a munkavállaló, nevezzük így ebből a szempontból, hogy a főnök bármikor felhívhatja, akár este későn is, és hogy értelmezhetetlen a munkaidő. Szerintem ezzel kellene azt kezdeni, hogy hogyan értelmezhető a munkaidő a home office-ban, illetve berakható-e mondjuk a munkatörvénykönyvének azon paragrafusai alá, amelyek a rugalmas munkaidőt kezelik? Önök ugye bent ülnek a parlamentben, lehetőségük van arra, hogy akár frakcióként kezdeményezzenek munkatörvénykönyv módosítást, vagy pedig a teljes munkatörvénykönyvet egy újra cserélnék. Nem állítom, hogy ez gyakorta átmegy a Fidesz frakción, de hogy eddig ilyen kezdeményezés az önök részéről nem volt. Ezzel kapcsolatban nem volt, és azért nem volt, mert nincs határozott álláspont ezzel kapcsolatban a szakszervezetek részéről. Alapvetően, amilyen javaslatokat mi bevittünk a törvénykezésbe, azok mindig a mi szakértőink gyakorlatilag azt a munkát végezték el, hogy lefordították a törvény nyelvezetére. De azok a szakszervezetek házatájáról jöttek. Egyébként a pandémia alatt volt pont, hogy voltam egy olyan online elnökség ülésén a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek, ahol az egyik szakszervezeti vezető az azt mondta, hogy miért nem csináltok már egy munkatörvénykönyvét. És én akkor visszadobtam a labdát, hogy ha mi csinálunk egy munkatörvénykönyvét, akkor az azt jelenti, hogy a szakszervezetek újra jogot adnak a politikának ahhoz, hogy a fejük felett döntsenek. Én azt gondolom, hogy a szakszervezeteknek kellene leülni, megalkotni egy új munkatörvénykönyvét. Azt mi természetesen tudjuk támogatni, hogy bevisszük a parlament elé ezeket a javaslatokat, hozzátesszük egyébként a mieinket is, de nem gondolom, hogy a politikának kellene ezt megalkotni,
A politikának az lenne a dolga, hogy ezt a megfelelő plénum előtt megvitassa. Egyébként szerintem ilyen vastag dosszié van azokból a törvényjavaslatokból, amelyek a szakszeretek házatájáról jöttek. Most is egyébként Tóth Bertalan frakcióvezetővel szerintem fél tucatnyi javaslatot nyújtottunk be, amelyeket szerintem ugyanúgy le fognak söpörni az asztalról, amelyek a munkavállalók érdekeit védenék. Társelnök úr. Szóval, hogy a szakszervezeteknek az összes jogosítványa nagyjából kimerül abban, hogy az év végi bértárgyalásokon azt mondják, hogy beleegyezünk a bérminimumnak az összegébe. Ez körülbelül ez a Magyarországon most a szakszervezeti jogosítványok összessége. Az a kérdés van, mivel egyébként 127 éve nem változott a követelés, tehát, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés. Ugye Chicagóban volt ez az első ilyen ülés, ami hát mondjuk azt, hogy a szakszervezeti mozgalom kezdetét jelenti, és a május 1-jéknek a bölcsőjét. Szóval, hogy mi a feladat? Mert hogy azt látjuk, hogy hiába mondja, hogy a szakszervezetek dolgozzanak ki valamit, hát egész egyszer nincsenek abban a helyzetben. Válasszuk külön a konfederációkat, az ágazatokat, helyi szakszervezeteket. Csak hogy értsék a nézők is, alapból vannak helyi szakszervezetek, amelyek utána ágazatokhoz becsatlakozhatnak, és az ágazatok pedig konfederációknak nagy szövetségeknek mondjuk lehet részesei. Mondjuk vasutasok szakszervezetek, mondjuk liga, nem? Tehát mondjuk így. Igen, Magyar Szakszervezeti Szövetség, igen. Szakszervezetek Egyeztetési Fóruma, igen. Sorolhatom itt a konfederációkat. A konfederációk azok, akik a politika szintjén egyébként tárgyalnak, akiknek kellene a kormánnyal mondjuk érdekegyeztetést folytatni. Ott igaz ez, hogy nincsenek jogosítványai gyakorlatilag, egy-egy ilyen érdekegyeztető megbeszélés, az konkrétan egy ítélet kihirdetés. Oda megy az illetékes államtitkár, és megmondja, hogy mi lesz. De az ágazatok szintjén ott megvédeném a szakszerveteket, és elsősorban két szakszervetet emelnék ki, a vegyészeket és a vasast. Ők rendre, évről évre a bértárgyalásoknál sikeres sztrájkokat tudnak maguk mögött, illetve olyan helyzeteket, amikor csak belengedték a sztrájkot, és már a munkáltató meghátrált. De azért, mert ott van támogatottságuk, ott magas a taglétszám. Gyakorlatilag a politikának az lenne a feladata, és hogyha bármilyen koalícióban az MSZP egyszer kormányra kerül, akkor biztos, hogy a munkavilágát nagyon szeretnénk befolyásolni, hogy legyenek fékek és ellensúlyok, akkor olyan javaslataink lennék, és nem javaslataink, olyan intézkedéseink lennének, amik segítenék a szakszervezeteket ahhoz, hogy megerősödjenek, hogy helyben tudjanak sztrájkokat lefolytatni, de hogy konkrétumokat mondjuk, mert én nagyon nem szeretem, amikor csak én általánosságokban beszélnek a politikusok, és szeretem, ha megoldásokat is mondanak. Például, amit most a skandináv kollégáktól is hallottunk, hogy ott leírható az adóból a szakszervezeti tagdíj. És ez azért fontos, mert nagyon érdekes, hogy ha sikeres a szakszervezet, és bért tud kiharcolni, és magas bért, akkor a szakszervezeti tag azt mondja, hogy már nagyon magas ez a szakszervezeti tagdíj, mert ugye 1% mondjuk általánosságban a szakszervezeti tagdíj, és hogyha már neki havonta mondjuk 5000 forint tagdíjat kell fizetni, akkor azt mondja, hogy hát akkor inkább kilépek, mert ezt a pénzt tudom máshová is tenni. Miközben annak köszönheti, hogy olyan magasabb bér, hogy kiharcolták neki a bért. Társelnök úr, emelje fel kezét az a kollega, aki el tudja képzelni, hogy Semjén Zsolt felriad álmából éjszaka, és azt mondja, hogy a szakszervezeti tagdíjat írjuk le a munkabérből, az adóból. Na. Hát előbb, azt gondolom, Semjén Zsolt előbb fogja az elhasznált lőszerdíját adómentesíteni. Gyorsan én is hadd kérdezzek egyet, mert megütötte a fülemet egyrészt, hogy az MSZP picit pozícionálta most ezzel magát, amit ön mondott, mert hogyha valaha bármilyen koalícióval kormányra kerül, ezt a szót használta, szókapcsolatot, akkor ezek szerint egyrészt a párt preferencia kapcsán kérdezem, hogy hol látja most jelenleg az MSZP helyét, a másik, hogy egy picit a másik témára is átmenjünk, a nyugdíjasok érdekképviselet, ami szintén nagyon fontos, és egyébként ma, ha jól tudom, a majálison, akkor ez az egyik nagyon fontos napirendi pontjuk lesz, hogy beszélgetni szeretnének ebben a témában, de hogyha már Dávid is azzal értelődött, hogy dolgozzunk, akkor mi véget a politikus? Tehát, hogyha a szakszervezetekre hárulna minden egyes ilyen feladat, akkor gyakorlatilag a politikusok szerepe az elhalna ebben a történetben, és fajsúlytalanná válna. Azért nem halna el, mert szövetségeket kell kötnie a szakszervezeteknek, azt gondoljuk, a politika világával. Tehát egy szakszervezet már csak az értékrendje miatt, szolidaritás,
egymásért való kiállás, érdekvédelem. Természetes szövetségese kell, hogy legyen egy szociáldemokrata pártnak. Az MSZP szociáldemokrata párt. A hétköznapok, a hétköznapi emberek pártja vagyunk. Ezért mi többek között azért hívtuk meg a skandináv kollégákat néhány nappal ezelőtt, ahol létrehoztak egy ernyőszervezetet 100 évvel ezelőtt, ahol szakszervezetek is a szociáldemokrata pártok szövetséget kötöttek, hogy hogyan tudnak jól együttműködni, hogy mi tanuljunk tőlük, hogy hogyan lehet ezeket a szövetségeket megkötni. Tehát akkor 100 évet kéne behoznunk magyarán, vagy 127-et? Százat nem, mert pontosan a konferencián kiderült az, hogy mi az, amit már jól csinálunk, és mi az, amiben lemaradásaink vannak. Amit jól csinálunk, azok a napi szintű informális kapcsolatok. Az, hogy én soha nem jövök be úgy a tévéműsorba, de Hiller István sem jön be önökhöz a tévéműsorba, hogy előtte az adott terület szakszervezeti vezetőivel ne konzultálnának. És nem csak azért, mert most őszintén, hogy nem mondjak itt hülyeségeket, hanem azért, mert konkrét életből hozott példákat tudnak mondani, hogy hogyan sértik meg a munkavállalók jogait. De ugyanígy Harangozó Tamás, amikor a rendvédelemről beszél, ő is rendvédelmi szakszervezetekkel beszél. És akkor tudja hitelesen képviselni azt az álláspontot. De hogy visszatérjek az alapkérdéshez, hogy hogyan pozícionáljuk magunkat. Az MSZP, amiben kiváló, két dologban. Vannak, amiben nem vagyunk kiválóak, én ezt mindig őszintén bevallom, hogy mi az, ami nagyon sokat kell rajta dolgozni. De amiben nagyon jók vagyunk, az, hogy mi megoldásokat kínálunk. Nagyon kiváló szakértői csapatunk van, és szellemi holdudvarunk. Amiben még nagyon jók vagyunk, az utcai jelenlét. Az, hogy nekünk van 300 helyi szervezetünk, van több mint 300 önkormányzati képviselünk, több mint 40 polgármesterünk, rengeteg aktivistánk. Mi azt tudjuk kínálni az ellenzéki együttműködésnek, és ezt látják ők is időről időre, és ezért mondtam azt a választások után rögtön, hogy nem szeretném, hogyha az MSZP még egyszer akkumulátorpárt lenne, mert hogy sok esetben azt tapasztaltuk, hogy mondjuk egy időközi választásnál is ránk csatlakoztak, leszívtak minket, és utána még el is akartak dobni, hogy már mérgezőek vagyunk. Ez pontosan azt jelenti, hogy amikor elmentem egy ilyen időközi választásra, akkor azt láttam, hogy tele van piros dzsekis emberekkel az utca, viszont más színű, kék, lila, zöld dzsekit nem sokat láttam. Tehát alapvetően nekünk még mindig van egy hálózatunk, vannak helyi embereink, ezért én azt mondom és állítom határozottan, az MSZP nélkül sem előválasztást, sem választást nem lehet végrehajtani. Meddig lesz intakt, meddig lesz egyben ez a 300 helyi szervezet és az aktivista hálózat, tekintettel Mesterházi Attila volt pártelnök kiválására, pártalapítására, és hát honnan halászta ő, gondolom én, hogyha nem az általa ismert és részben épített közegből. Hogy áll az MSZP Mesterházi Attila pártalapításához? Két dolog. Egy kérdés jutott eszembe, az, hogy ettől olcsóbb lett-e a kenyér. Ezt a kérdést édesapám tette fel rendszeresen akkor, amikor olyan dolog jött vele szembe, ami abszolút nem releváns, tehát nem fontos. Ilyenkor mindig azt mondta, hogy jó, de ettől olcsóbb lett a kenyér. Tehát kérdezem, ettől olcsóbb lett a kenyér, hogy Mesterházi Attila elhagyta az MSZP-t. De hogy komolyra fordítsam a szót, Mesterházi Attila egy kiváló politikus és értékes ember. Úgy döntött, hogy ezt a közösséget elhagyja. Én nagyon szerettem volna, hogyha marad. Én alapvetően egy integráló személyiség vagyok. A párton belül szeretném, ha mindenki itt maradna, illetve aki elment, az visszajöjjön. De ez az ő saját döntésük, akik elmentek. Körülöttem... Viszont már Gyurcsány Ferencet is? Szerintem Gyurcsány Ferenc egészen más utat választott, és egy nagyon határozott utat választott, és más pártban van, és egyébként, amikor szokták kérdezni, hogy hol vannak az MSZP százalékai, többek között ott is. De visszatérve Mesterházi Attilára, körülöttem tanácsadóként politikai élő legendák vannak, akik miniszterek voltak, államtitkárok voltak. Én szerettem volna, hogyha Attila is mondjuk egy külpolitikai tanácsadóként itt van. Nem ezt az utat választotta, de azt is látom, szó szerint, ez nem ilyen szolgál, hogy járom az országot. Nálam ez nem kampány, ez napi rutin. Hogy járom a helyi szervezeteket, nincs ilyen, hogy elszivárgás, meg elmennek. Nagyon határozottan és erősen itt vannak, hisznek abban, amit mi képviselünk, és hisznek abban, hogy igenis egyszer
tudunk változtatni az ország sorsán, a magyar emberek sorsán. De a kollega úr kérdés az azért érdekes, mert ugye két csipegető madár van az MSZP szép, mézes, szezámmagos étkén. Hát egyrészt Gyurcsány Ferenc, másrészt Mesterházi Attila. De nem ezt akartam kérdezni, csak mondom, hanem azt, hogy ha már olcsóbb lesz a kenyeret, az MSZP az, aki az ársapkákat támogatja. Hát a munkásoknak azért többe kerülnek a dolgok azáltal, hogy ársapka van. Nem? Az átlagkereset alattiak és az átlagnyugdíj alattiak azok egyszerűen nem tudják megvenni a drága élelmiszert. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy az ársapkák addig maradjanak, amíg a feltételei meg nincsenek, hogy ki tudják azt vinni. Ezért például ma egyébként a Majálison meg fogunk hirdetni egy új javaslatcsomagot, egy ilyen háztartási mentőcsomag, amiben egyébként azt mondjuk, hogy a kisboltoknak kompenzációt kell adni, már kellett volna ahhoz, hogy ne kényszerüljenek arra, hogy mondjuk az ársapkás termékeket eldugják. Bocsánat, Imre, ezzel szolgáltuk a híradónak munícióval, viszont le kell zárni a beszélgetést. Nagyon sajnálom, jövök máskor is szívesen. Jöjjön máskor is. Hát, hogyha ráérés éppen. Nagy örömmel. Köszönöm. Köszönjük szépen, köszönjük hogy itt ma reggel. A dolgozó újságírónak is köszönjük szépen, hogy itt volt.